Egy azon nyírpazonyi népdalokból, amelyeket a korábban nemzetközi sikereket is elért, ivancsó dénes alapította népdalkör gyűjtött. Tíz évvel a második világháború befejezése után a sebek már begyógyultak a hadifoglyok zöme már hazatért, az embereknek újra kedvelett közösségekbe járni. Így a kórus 2009-ig működött aktívan, majd egy kis pihenés után 2023 áprilisában újra megalakult. Én szeretem a kihívásokat. Sőt, vártam is arra, hogy valami mozduljon már meg körülöttem. Én itt élek, nyírpazonyba itt születtem, tulajdonképpen a kultúráért mindig igyekeztem is tenni, amit el is ismertek, köszönöm szépen ezúttal is. És kerestem is a lehetőséget, hogy valami kell még az életembe, hogy én ezért a településért tehessek. Én megmondom őszintén, nekem sincs lehetetlen. Hála Istennek olyan családom van, aki engem támogat ebbe, sőt, szakmailag is támogatnak, mert zenészek a gyerekeim, úgyhogy belefogtunk a munkába, és hajrá, megyünk tovább. Sok tag már gyerekként részt vett az ős népdal körben szülei, nagyszülei mellett. Az akkor kislányok, ma már nagymamák, és ügyekeznek az unokáknak átadni a hagyomány tiszteletet, és bevonni a kislányokat az őrzésnek ebbe a formájába a legnagyobb célunk most, hogy újra alakultunk, hogy kicsiket is bevonni. Nekem van két unokám, akik most is itt vannak, és mondták, hogy mama, akkor hova megyünk? És mondtam nekik, hogy igenis, szeretném, hogyha majd ti is ezt nézzétek meg, hogy fogjuk énekelni ezeket a népdal csokrokat, és megtanulnátok, és ugyanígy, ha nem is úgy, de egy kicsit úgy néha-néha úgy belekóstolgatva, hogy részt vennétek ilyen kis hát ebbe az egész életbe. A gyerekeknek csütörtökönként van lehetőségük belesni a háttérmunkába, ilyenkor próbál a népdalkör. Hatalmas, jókedvel és tenni akarással jönnek az asszonyok. Minden alkalommal készülünk valamire, valamilyen hagyományos étellel, akár gyümölcsel, levendula szörpel, kinek mi van otthon, málna, eper, egyebek. Tehát úgy készülünk, mintha egy baráti társaság lenne ez az egész. Nem tapasztalok semmi olyat, ami negatív lenne, csak azt, hogy ezekbe a ruhákba teljesen más emberek leszünk. Tehát ha felveszem ezt a ruhát, ez tekintét parancsol. A most még kis csoport már több helyi rendezvényen megmutatta magát. Legutóbb Szlovákiában nagy Géresen, a testvértelepülésen képviselték nyírpazonyt.